Beköszöntött a meleg jó idő és az erős napsütés, amely a látásunkra is nagy hatással van. Előkerültek a napszemüvegek, és a szaküzletekben is egyre többen keresik ezeket a termékeket. Tóth Ferenc optometrista, látszerész elmondta, fontos, hogy minőségi lencsék segítségével óvjuk a látásunk, és a legjobb, ha szakemberhez fordulunk szemüvegválasztáskor. Gyakorlatilag a napszemüvegeknél mindig az alapján választunk, hogy hogy áll, de ezen felül nagyon fontos lenne az is, hogy a megfelelő védelme meglegyen a napszemüvegeknek, tehát mind az UV szűrés szempontjából, mind pedig a megfelelő fényerősség szűrés szempontjából. Ezen belül is létezik több fajta, tehát vannak, amik csak egyszerűen napvédőlencsék, vagy vannak az úgynevezett polár szűrős kivitelek is, amik kifejezetten előnyösek mondjuk autóvezetésnél, vagy esetleg vízparton. Hozzátette, az UV-sugárzás előidézheti a látásunk romlását és a betegségek kialakulását, ezért ne engedjük, hogy közvetlenül érje a szemünket az erős napfény. Tóth Ferenc a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívta a figyelmet. A szakember elmondta, a látásvizsgálat során nem csak egy esetleges, később súlyossá váló szembetegség, de például a cukorbetegség vagy a magas vérnyomásra utaló jelek is felfedezhetők. Varga Istvánné elmondta, szemüvegválasztáskor több szempont alapján döntött, valamint szakemberrel is konzultált. Nekem dioptriás szemüvegem van, és fényvédő réteg van rajta. Az én koromban ugye sokat romlott a szemem, magas vérnyomásos is vagyok, úgyhogy nagyon sokat romlott a szemem, és nagyon jó, hogy így védem a szememet, hogy fényre sötétedő nap szemüvegem van. Mészáros Márk rendszeresen vesz részt orvosi konzultáción. Évente szoktam járni, hogy szemüveges vagyok így, hogyha meg tudják állapítani, hogy romlott az előző évhez képest. De egyébként szerintem kifejezetten fontos, mivel én elég sokáig nem törődtem annyira szemüvegem, és meglehetősen megromlott. A gyakori fejfájás rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás és dioptria korrekció hiánya miatt alakul ki. A szűrés minden korosztálynak ajánlott, különösen 40 éves kor felett, amikor megnő a szürkehályok kialakulásának kockázata.